Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett találkozó után és a sajtótájékoztató alkalmából. Ahogy Önök tudják, a célja az volt ennek a megbeszélésnek, hogy egyeztessük azokat a kérdéseket, amelyek a különböző szervezetek működése kapcsán közös felületnek számítanak. Engedjék meg, hogy mielőtt folytatnám, köszöntsem elnöktársaimat, vagy a szervezetek képviselőit, Galó Istváné elnököt a pedagógus sok szakszervezetétől, dr. Nánási Éva jegyzőasszonyt, a Jegyzők Országos Szövetségének elnökét, Mendrei László urat, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökét, Rádi Négémes Ildikót, Magyar Falu Szövetség képviseletében, és én pedig a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökeként vagyok itt, és kezdeményeztük a pedagógus szakszervezet javaslatára ezt a találkozót, hogy egyeztessük azokat a kérdéseket, amelyek adott esetben akár közös nyilatkozatra, akár közös aktivitásra sarkalnak bennünket. Önök jól tudják, hogy jelenleg folyik a Magyar Országgyűlésben a közoktatási, illetve köznevelési törvény megalkotása vagy újraalkotása. Nem zárult le ez a folyamat, nem kevés konferencia, tárgyalás és megnyilvánulás volt ezzel kapcsolatban, és ugyanígy folyik az önkormányzati törvény módosítása, és ennek is a záró szavazása előtt vagyunk még, a módosítók elfogadása előtt. Ami nagyon érdekes egyébként ebben a folyamatban, és elsősorban az önkormányzati törvényt említem, hogy olyan típusú módosító indítványokat olvashatunk, amelyek egymást is kioltják, és ugyanattól a frakciótól, vagy azon frakció képviselőitől érkeznek. Az önkormányzatok legnagyobb feladata, legalábbis ez idáig, a közoktatás volt. Ez igyekeztek az elmúlt 21 esztendőben minden feltételt biztosítani, azzal a mozgás, feladat és hatáskörrel, amelyet a jogszabály számukra előírt. Az önkormányzatok ezen feladat ellátását egyre nehezebben tudták biztosítani, nem kevés probléma látott napvilágot egyik és a másik településen, egész egyszerűen nem azért, mert nem képesek a feladat ellátására, hanem világosan látszik, hogy az a normatíva, ami már volt 80%-os is, azaz a feladathoz szükséges források 80%-át biztosította, ez a pénz ma 50%, sokszor esetenként 50% alatt van. Valóban ezzel a körülménnyel, ezzel a nagyságrenddel a feladatok biztonságos ellátása sokszor csak kiegészítő állami forrással lehetséges, de sokszor már anélkül sem. Ennek a törvénynek a jelenlegi állapotával kapcsolatosan egyeztettünk az előző időszakban, és valóban, ahogy az önök által lévő nyilatkozatot elolvashatják, ebben tudtunk közös állásfoglalást készíteni. Én a sajtótájékoztató további menetében nyilván elnöktársaim megnyilatkozására kerül sor. Elsőként Galó Istvánnét, a pedagógusok szakszervezeti részéről kérem véleményének tolmácsolására. Tegyük át, jó? Mindig majd én átpakolgatom, jó? Csak az ott ne essen. Köszönöm szépen, köszöntöm a sajtó résztvevőit. A közoktatás átalakításával kapcsolatos szándékok, amikor napvilágra kerültek, és tavasz óta az úgynevezett államosítás, a közoktatási intézmények államosítása, akkor következetesen a pedagógusok szakszervezete azt képviselte, hogy nem tartja jó iránynak, ha a közoktatás feladatait, annak ellátását, azt nem az önkormányzatok fogják tenni, hanem ez állami kézbe kerül. Az államosítás egyrészt egy oktatás tartalmi irányítását, egy központosítást jelentené. A központi finanszírozás, amely nem csak a pedagógus bérekre, hanem a teljes költségre vonatkozna, az egy központi létszámgazdálkodást jelentene. Mindehhez egy nagyon kemény ellenőrzési rendszert kíván kiépíteni, illetve az intézmény vezetők kinevezése, kiválasztása is a kormányhivatalokon keresztül történne. Mi a közoktatás ilyetén való államosítását, én ezt azért mondom röviden államosításnak, mert a közhasználatban ez így terjedt el,
Alapvetően azért nem tartjuk jónak, mert úgy érezzük, hogy ha nem az önkormányzatok lesznek az intézmény fenntartók, akkor a helyi lakosok, a helyi közösségnek, a szülőknek nem lesz beleszólása, a vélemény nyilvánítási lehetősége arra, hogy mi folyjon az intézményben, mi történjen az intézménnyel. A közoktatás, illetve most már meg kell tanulnunk, hogy nemzeti közneveléshez készített háttértanulmány tartalmaz például olyan kitételeket és számításokat, hogy szándékozik a kormány, illetve az állam azokat a kis intézményeket bezárni, összevonni, ahol a kis településeni folyamonként csak egy osztály található a felső tagozatban. Ezt ugyan most a törvény paragrafus szövegéből kivették, de jól érzékelhető, hogy ez az államosítás tulajdonképpen mit is fog jelenteni. Még egyszer hangsúlyozom, nem csak azért, mert ez a mi számításaink szerint nagy arányú intézmény bezárási hullámot és pedagógus elbocsátási hullámot indítan el, hanem alapvetően azért nem tudunk vele egyetérteni, mert azt a társadalmi beágyazottságát szüntetné meg ez a változtatás, amely rendkívül fontos a hatékony intézmény működtetés és az intézményben folyó oktató-nevelő munka miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökének adom át a szót. Medvei László, parancsolja. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket én is. Piroska nagyjából elmondta azokat a szakszereti gondolatokat, amik mind a kettőnket foglalkoztatnak. Néhány szóval, néhány mondatot szeretném csak ezt kiegészíteni. Mi is a PDS-ben kezdettől fogva megalakulásunk óta alapértéknek tekintjük azt, hogy az iskolák és az iskola használói és a fenntartók között szoros kapcsolat legyen. Erre az önkormányzati iskola fenntartás kiváló lehetőségeket biztosított, mint ahogy Gémes elnök úr a bevezetőjében elmondta, bizony voltak olyan időszakok is, amikre már akkor sem voltunk boldogok, de most már ilyen mind boldog békeidőre emlékszünk vissza, amikor jelentős mértékű állami támogatás mellett viszonylag könnyebben tudtak működni ezek az intézmények. Ma viszont ott tartunk, hogy számos helyről érkezik vészkiáltás, segélykiáltás, hogy nem kapnak a kollégák fizetést, nincsen fűtés, nincsen ebéd, elzárták a vízcsapokat, és a többi, és a többi. Azt látjuk, hogy ennek az oka azon kívül, hogy ugye ez ennek a támogatásnak a mértékkel csökkent, itt egyfajta szándékos, ezt vélelmezzük pontosabban, egyfajta szándékos kiéheztetés történik, aminek a következtében ezek az intézmények bizony tönkre mennek, és a szülők is azt látják, hogy nehezen dolgoznak, és mint egy megváltóként tekintenek arra az állam által fenntartott rendszerre, amit egyszer mi már kipróbáltunk. Én jó magam és a kollégáim túlnyomó többsége, és akik a pedagógus pályán dolgoznak, vagy jelentős többsége legalábbis, dolgoztunk olyan rendszerben, ahol kizárólag állami fenntartási intézmények működtek. Kiderült, hogy nem volt jó, ezért is csináltuk annak idején a rendszerváltást. Én azt gondolom, hogy ez a fajta megoldás most, amit itt a köznevelési törvényben kínálnak, zsákutcás változat, zsákutcás megoldás. Mi lehet mégis ennek a célja? Hogy ezt úgy tűnik, hogy mindenáron keresztül erőltetik. Hát tegnap délután hallottam Hoffmann Rózsa miniszterasszony, államtitkárasszony előadását, lehet, hogy Freud volt, de hát nem tudom, hogy kiderül. Szóval államtitkárasszony előadását a köznevelési törvényről, ahol azt mondta, hát ő is ismeri ezeket a problémákat persze, de hogy az állam majd garantálja az egyenletes magas színvonalú oktatást. Minden egyes kisfaluban és minden egyes nagyvárosban is, mert az állam erre képes, és az állam erre hivatott. Az, hogy az ehhez szükséges pénzösszeget, pénzmennyiséget honnan teremtik elő, akkor, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr egyáltalán múlt hét hétfőn kijelentette, hogy nem tud biztonsággal ígéretet tenni ennek a 700 milliárd forintnak az előteremtésére, erre igazából választ nem adott. Mi lehet a másik cél, illetve talán következmény, nem tudom. Én azt látom, hogy ennek az központosításnak, államosításnak a következménye bizony nagy arányú iskolabezárási pedagógus elbocsátások lesznek, ami minket pedagógusokat ugye közvetlen egzisztenciánkban érint, de a szülőket és az önkormányzatokat is, hiszen azok az önkormányzatok, főleg kis településekről gondolok, vagy beszélek, ahol megszűnik az iskola,
megszűnik az orvosi rendelő, ne adj Isten a posta, és az a település igazából nem fejlődőképes, az a település elzárt a külvilágtól. Nincsenek kétségeink afelől, hogy a december hónapban ezt a köznevelési törvényt meg fogják szavazni. Miniszterelnök úr tegnap kijelentette, hogy múltkor is kijelentette, tegnap megerősítette, hogy a kormány presztízsének az érdekében áll ki ennek a törvénynek mindenképpeni megszavazása mellett. Én azt gondolom, hogy egy szakmai kérdést presztízs, személyes vagy akár szervezeti szintű presztízs kérdésé, hát én azt mondom, degradálni, az bizony hiba. Mert hogy a köznevelési törvény nem attól, vagy a közoktatási, mindegy, hogy nevezik, nem attól fog jól működni ez a rendszer, hogy valakinek vagy valakiknek, valamilyen szervezetnek a presztízse ettől növekszik vagy sem, hanem attól, hogy észszerűen van felépítve és észszerűen működtetik. Tudjuk azt, hogy el fogják fogadni ezt a törvényt, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy van élet ezután a végszavazás után is. Készülünk arra, hogy megfelelő akciókkal és együttműködéssel tudjunk olyan alternatívát letenni, amelyik valóban működtetni tudja, amelynek keretében valóban működni tud majd a közoktatás, köznevelés rendszere. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jegyzők Országos Szövetsége dr. Nánási Éva. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a sajtó képviselőit. A Jegyzők Országos Szövetsége, mint szakmai érdekképviseleti szerv, a település önkormányzatainak vezető köztisztviselőit fogja össze. Mi jegyzők elkötelezettek vagyunk a települések lakossága iránt, érdekeltek vagyunk abban, hogy a közfeladatok ellátása és a közszolgáltatások szervezése a lehető legjobb minőségben, racionálisan és jól oldódjon meg, mindez természetesen azért, hogy a polgáraink megfelelő szolgáltatásokat kapjanak. A jegyzői kar az elmúlt 21 évben komoly szakmai tapasztalatokat szerzett az oktatásigazgatásban, hiszen ez egy nekünk címzett feladat volt, és menedzseltük természetesen az intézmény fenntartási feladatokat is. Véleményünk szerint jó helyen volt az önkormányzatoknál az oktatásigazgatás és az intézmény fenntartói feladatkör. Nagyon sok kreatív, hasznos, jó megoldás született ezen a téren. Azért csatlakozunk ma, és írtuk alá ezt a nyilatkozatot, mert úgy ítéljük meg, hogy az érintett önkormányzati szövetségek, illetve a pedagógusok szakszervezete számára is tudunk olyan szakmai segítséget és háttértámogatást nyújtani, amely esetlegesen lehetővé fogja azt tenni, hogy az oktatási rendszer egészében konszenzusos alapon jó megoldások szülessenek, és mindez a gyerekeink érdekeit szolgálja.